Kedves Gergely, neked annyi. Született Károly. Második neve Károly. Középiskolási Karcsi voltam. Karcsi. Így van. A 85. életévezet szeretnénk megünnepelni itt a hűbarátokkal. Te, akik 34. március 10-én láttad meg a napvilágot, és a szüleid is akkor láttak meg téged. Micsoda ez? Látás ez a 85 év lényegében a sportról és az emberségről szólt. Az életednek 68 évét a gerelyaítás tette ki, és azon törted a fejed folyton, hogy miként lehetne egyszerre messzebbre dobni azt a fránya 2 méter 60 cm hosszú gerejt, azt a csúnya randa fémrudat. Első dobásod 51-ben 36 méterre sikeredel. De nem kiseredtél el. És egy év után már stabil 50 méteres dobó voltál. Ezt megelőzve épült ki tulajdonképpen a karriered, amikor egy falusi spartakiádon kézigránáttal 75 métert dobtál. Azért sikeredett ilyen nagyra, mert a gránátot véletlenül kibiztosították, nagyon gyorsan kellett elvizelni. Meg kell jegyezni, később kiderült, hogy ez egy bécsei gránát. Első edzőt... Az mi a bécsei gránát? Az a piros, fekete piros. Az a gyakorló. Hát 56-ra nem emlékszem. A bécsei, amit eddig letagadtál, az nem rombol. Azt mondja, első edződ Rákhelyi Gyula volt a Honvédban, majd Koltai Jenő bácsi, a TFS Gerely hajító gurú vett szárnya alá, és szép lassan nőtt a dobótávolságot 60 majd 70 méter fölé. 58-ban kibillentetted a trónról Krasznai Sándort 76 méteres eredményeddel. Gergely 10-szer javított magyar csúcsot. Hopp-hopp-hopp. Ha már nem emlékszik rá, most már egyáltalán nem vagyok a csúcsot. Ő volt az első magyar dobó, aki 80 méter felett dobott, és hát lám itt van a utódod, aki már 83-at is megdöngette ebben a korban, úgyhogy neked is köszönjük. Gyakorlatilag még egy nagyon komoly számunk van, hogy 12-szeres magyar bajnok vagy. A Gergely egyre magasabbra akart törni a nemzetközi porondon is. Az Univerzeljárdén felállt a dobogó mindhárom fokára, 59 és 61 között. Az úgy történt, mikor szólították, először a másodikra lépett, azt az elsőre megállt egy darabig, és a harmadiknál ment le. Ez volt a három. A felnőtt EB-n is megvillantotta oroszlán körömét, kétszer volt harmadik nézet. Gerely eredményét számítva bátran kimondhatjuk, hogy olimpiai specialista. Két olimpia között jó teljesítményeket nyújtott, de három olimpián is kiugró teljesítménnyel lett egyszer második, kétszer pedig harmadik. 12 éven keresztül állt a világ dobogóin, és nagyon büszke voltunk rá, és a magyar Gerely hagyományokra ezt köszönjük neked. Gerely specialista volt az ászlóvivésben is. Nagyon jó tartotta. Ellenállt a szélnek, a csúszatnak. És csak vitte. Azért volt ő nagyon jó specialista, mert sportreklám volt. Jó nagyokat dobott. Napsütötte orcájáról, pozitívan kivilágoltak kökénykék szemei. Járása peskes volt, de nem felvigyázott. Széles vállán jól állt a válogatott zakó, ha elhaladt melletted,
gyúródeszka méretű háta meglátszódott. Kicsit eltávolodva, kissé barokkos lábait is észrevettem. Ez szó mint száz, szépen vitt a magyar zászlót. Ezt a páratlan sportpályafutást 72-ben, 38 évesen felemelt fővel fejezte be. Ide illik még a statisztikai adatni, hogy 56-szor volt magyar válogatott. Bravo! Szerintem ez is országos csúcsadobó atléták. Annak idején egy évben három vagy négy volt válogatott kiadat. Tehát nagyon sok ez a köszön. Most már nincs egyen. Hát azért jól, hogy lányok majd itt. Gergely továbbra is maradt a sportnál, 25 évig tanított a TF atlétikai tanszékén, nevelte a leendő testnevelő tanárokat, akik büszkék voltak arra, hogy egy világklasszis osztja meg tudását, tapasztalatait. A tanítás mellett legfontosabb az volt, hogy Koltai Jenő felkérte német Miki edzőjének, és ez a kombó nagyon jó mixtúrának bizonyult. Ott volt Miklós vasakarata, tudatos edzési és dobó technikája, ott volt Gerely a versenyzői tapasztalattal, kifinomult Gerely hajtó technikai ismeretével és annak átadási képességével. Ilyen szép mondatot rég mondtam. Istenem! Egy napsz! Egy napsz! Nem vagy napsz! Nem vagy! Mindezt átszőtte a mai napig töretlen barátság, cimboraság, együtt gondolkodás, a jó ízű humor és egymás tisztelete. Gratulálunk nektek! No, ebből a hagyományból jött össze a montreáli 94-58 és első dobásra. Ez nagyon férfi munka volt mindkettőtöknek. Gergely illetében aztán jött a közel 12 éves kisebb megszakadásokkal a kuvaiti edzősködés, ahol a válogatott edzője volt. Tanítványa ázsiai bajnokságon szerzett ezüstérmet, ott is bebizonyította, hogy a tehetségeket jó edzői munkával meg lehet emelni. Kuvait azért is volt fontos, mert kiélhette alkimista hajlamai. Azaz. Készítette. És tudta, hogy amiből lekvárt lehet főzni, abból akár pálinka is lehet. A kuvaiti barátok a mai napig is csodatévőnek tartják, mert szederből is képes volt ütős alkoholokat varázsolni, szinte közületi mennyiségben. Ezen a ponton átjutottunk Kuli, mert hogy így hívtuk, emberi tulajdonságaira. Na, itt lesz a balhé. Már a Kuli becenév is jelzi, hogy szorgalmas ember volt, nagy erőbeosztással, ezért tudott ilyen sokáig világszinten is eredményes lenni. Önzetlen és jó szívű, mindig segítette, ha látta, hogy másoknak szüksége van rá, akkor is segített, ha ez nem állt fent. A viszkét megosztotta mindig a barátaival. Erre mai napig mindenki emlékszik. Bár mindenben pozitív készsége megvolt, soha nem hajtott a nőkre. Na, még egyszer. Ez hazugság. Még egyszer lapozott. Még egyszer. Megvárta, míg a madárka rászáll a puska csövére, és csak akkor húzta meg a ravaszt. Hoppá! Nem is vadásztam rá. Nem jöttek. Bár reflexei nagyon gyorsak voltak, de még így is botrányosan vezetett. Ezt egyszer a 14-es villamos oldala is bánta. Szerény fizikai ismereti alapján úgy gondolta, hogy a kanyarba mindig be kell dőlni pont ellenkező irányba, nehogy felboruljon. Az egyetemen megtanulta, hogy milyen fontos a centripetális erő. Ennyi. Gergely bár megtehette volna, mégsem volt hiú. Hajtincsei korai ritmulása nem zavarta. Azzal nyugtatta magát, hogy a szép arc mindig helyet követel magának. Gergely kártyafüggő.
majd 5 évtizede tarokkozik, így segíti ki barátait, ha azok anyagilag megszűnnek. Gergely szeret kínverselni. Ezzel pallírozza elméjét. Szereti és műveli a humor, a csípkelődés minden válfaját. Nagyságára jellemző, hogy vidáman önironikus, ebben ha kell, megerőzi a cimborák finom bírálatát is. Ebből adódik, hogy Gergely mindig szerény, nem meldöngető, egész lénye sugározza, hogy ő rendes, figyelmes, udvarias ember. Most, hogy holnap után 85 éves leszel, néhány dolgot a figyelmedre ajánlanánk. A második gyerekkor sokkal jobb, mint az első. Itt már van az embernek tapasztalata, lehet tudatosan csinálni, és már van rá pénz is. Ebben a korban az a jó, hogy együtt épülünk le a haverokkal, ugyanolyannak látjuk egymást, mint régebben, mint fiatalkorunkban. Ne szomorkodj! Az orvostudomány olyan fejlődésen ment keresztül, hogy ma már egyetlen egészséges ember sincsen. Ha jól figyelünk, akkor ebben a korban is lehet csúcsokat döntögetni. Én például vérnyomásban értem el egyéni csúcsot, de büszkék lehetünk az extra szisztoléra is. Ne üljünk el olyan hirdetéseknek 80 felett, hogy népi zenekar köcsök dudást keres, és duda már van. Vigyázzunk az egészségünkre, csak szeretkezés után gyújtsunk rá. Én is így szoktam le a dohányzást. Nem késő, hogy megszeressük embertársainkat. A Biblia és a Korán is egymás szeretetére tanít. Érdemes ezeket olvasgatni, de szerintem ebben a Kámaszutra sokkal precízebb. Ebben a korban az ember már megtapasztalta, hogy nem csak a külső számít. Itt van példának a hűtőszekrény. Semmi gond. Ebben a korban már tudjuk, hogy a pelenkát és a politikusokat is cserélni kell, ugyanazon célból. Az impotencia ellen sok halat kell lenni, mert abban sok a foszfor. Lehet, hogy nem keményedik, de a sötétben elkezd világítani. Mi már tudjuk, hogy az élet olyan, mint a filctól. Nem kell nyomnod erővel, akkor jobban fog. Ebben a korban már egyértelmű a számunkra, hogy a nő olyan, mint a villanykörte. Jobb a ragyogó 60-as, mint a mat 25-ös. Sajnos ebben az életszakaszban többet járunk egészségügyi intézetbe, ott könnyen lehet tévedni. Amikor azt mondják, hogy Józsi bácsi, menjen emerre, de aztán könnyen elmehetünk amarra. Fontos mindenben, minden cselekedetünkkel a nagybetűs embert lássuk a központban. Ebben nagyon sokat tanulhatunk a mesterlövészektől. Még egyszer. Ne higgyetek abban, amikor felhívnak telefonon az olasz szexkutatótól, és bemondják, hogy ők a genitáliától vannak. Jó!
Az élettapasztalat része, hogy tudjuk, az emberek 69%-a minden mondatban talál szexuális tartalmat. Most már tudjuk, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy erős, határozott asszony is. Sajnos ezek az amazonok ott vannak a lúzerek mögött is. Vigyázzat, a pálinka nem olyan, mint az adóbevallás, hogy évenként csak egyszer töltsük ki. Na, a következő dolog, hogy az élet ebben az életszakadban is szép. Mosolyog, míg megvannak a fogai. Ajánlatos ebben a korban többféle diétát tartani, mert egytől éhesek maradunk. És végezetül, mit jelent az, hogy magyarul, mit jelent az a szó, hogy help? Hát az, hogy hozz egy liter pálinkát. Úgyhogy ürítsük poharunkat az örök ifjú Gergelyre, hű barátunkra, és azt bízunk, hogy mi itt együtt fogunk ünnepelni a te 120 éves évfordulódat. Egészségetek! Még a művész úr, még valami. Na, jön valami. Ajaj, gyere. Hát van egy rossz hírem, nem én kapom. A barátok életműdíját nyújtom át neked. Igen. Majd olvasd el, de az a lényege neki, hogy nagyon jó barát vagy, aki nagyon sokat tett a barátságért, a sportért, és nagyon szeretünk. És ezen egy olyan grafika van, ahol 1963-ban állsz, és rólad készült. Úgyhogy tisztelettel átjújtanám neked. Tudtam, hogy ha itt megszervezi a Miklós és a Péter ezt a találkozót, akkor itt nagyon komoly meglepetésekben lesz részem, és ezt mondhatom, hogy felülmúlt a elvárásaiba, és komolyan nem gondoltam, hogy ennyi jót össze lehet róla mozogni, hogy hazudta! De tény az, hogy jól érzem magam már koromhoz képest, és mondták a kéményseprő. A 120-ra nem is, de még a 90-re készülök. Köszönöm szépen. Nem maradtál.